Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket és a mai vendégemet, Szabó Balázs Ákost, akivel azúgyben beszélgetünk a Dobogó Extrában, hogy megjelent az első regénye. Az a címe, hogy Vágytól Girhes. Van, aki tudja, hogy ez mit akar, hogy egy József Attila verszcím, van, aki nem tudja, de majd megtudja a könyvből, és a Hungarovox kiadó adta ki, Kaiser László. Itt az elején van egy nagyon aranyos kis szőrmók, egy mongúz szurikáta, és az ő története egy taxisofőrrel együtt, aki irodalomtanár. Amikor én ezt a könyvet elolvastam, akkor úgy éreztem, hogy én magamat nem tartom rossz embernek, inkább jó embernek, aki érdeklődik a külvilág felé, és a betegségem kapcsán is egyre inkább empatikusabb vagyok, de ezután, a könyv elolvasása után úgy gondolom, hogy mindenki egy kicsit talán jobb ember lesz, empatikusabb, beleérzőbb, jobban odafigyel a másikra, levesz olyan könyveket a polcról, verseket, színdarabokat, amikre most hirtelen kíváncsi lett, hogy miről is szólnak, hogy vannak, elmegy színházba, hallgat komoly zenét. Lehet, hogy én most ezt egy kicsit úgy túl gondolom, de mégiscsak ez egy irodalommal átszőtt, nagyon-nagyon izgalmas, Budapesten játszódó olyan könyv, amiben olyan embereket ismerhetünk meg, akik inkább a periférián vannak az életben, de mégiscsak benne vannak, és fontos, hogy róluk is szóljon egy regény. Te ezt hogy képzelted? Hogy kezdted? Mit csináltál? Hiszen irodalomtanár voltál a Bölcsész Egyetemen, és egyszer csak abba hagytad egy ideig, vagy nem tudjuk, hogy végleg, vagy egy ideig a tanítást, és belefogtál egy 2-3 évvel ezelőtt ennek a könyvnek az írásába. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek, és megpróbálom megválaszolni a kérdésedet, bár nehéz lesz. Szerintem minél jobban ismeri valaki az irodalmat, annál nehezebben szánja rá magát arra, hogy írjon egy könyvet. Ugyanis hatalmas a teher, hogyha a legnagyobb regényírókat tanítjuk és ismerjük, vagy ismerjük és tanítjuk, és itt most tényleg most csak a legnagyobbakat, tehát mondjuk egy Thomas Mann, egy Dostoyevskyt, egy Proustot, valahol érezzük milyen, hogy mi nem fogunk tudni olyat írni, mint ők. Viszont van egy pont, amikor nekem is rá kellett jönni arra, hogy lehet, hogy nem fog tudni írni egy Karamazó testvéreket, lehet, hogy nem fog tudni írni egy Varázshegyet, de fogok tudni írni valami olyasmit, ami hat az emberekre, és ami ad az embereknek. És amikor ezt megértettem, akkor azt is tudtam, hogy miről kell írnom, és hogyan. Arról kell írnom, amiről más nem ír, ha lehet ilyet mondani, és természetesen úgy, ahogy még soha nem írtak. És én azt gondolom, hogy te azt mondtad, hogy periféria, én mindig úgy fogalmazok, egyébként ahogy a szurikától is fogalmaz, hogy akiket aggasztó gondokkal terhel az élet. Igen, igen. Hajléktalantól kezdve beteg emberen át, prostituáltig, tehát a legkülönfélébb csoportokból vannak a te utasaid végül is. Igen, azt is mondhatnánk egyébként, vannak, hogy ezek szőnyeg alá söpört tabu témák, azok is. De azt gondolom, hogy kell róluk beszélni, természetesen nem mindegy, hogy hogyan. És mivel az átlag ember, az átlag olvasó, ha van ilyen, nem feltétlenül szívesen olvas perifériára szorult emberekről vagy állatokról, ezért ahhoz, hogy ő be tudja fogadni a regénynek a gondolatiságát, egy olyan főhősre van szükség, regényírő szempontból, aki nagyon-nagyon-nagyon szerethető. Két lehetőség állt rendelkezésre, egy gyermek, például a klasszikus Kertész Imre Sorstalanság, vagy pedig egy állat. A gyermeket pont azért vetettem el, mert más már élt ezzel az eszközzel. Ugye, ha az ember ismeri a világirodalmat, állathoz gyakran nyúlnak regényírók, szurikátához még nem nyúltak. Egyrészt nagyon szerethető, aranyos, cukimuki állatnak tartom a szurikátát. Másrészt, hogy az ember ismeri a viselkedésüket, gyakran csinálnak olyan dolgokat, amiket mi emberek is. Például figyelnek, például elalszanak, és a többi, és a többi, és a többi. És ezáltal azt gondoltam, hogy a szurikánta egyrészt belerakható magába a regény mikrokozmoszába, mondjuk egy dinoszaurusz nehezebb lett volna, vagy egy víziló.
Főleg a taxiban, ott az adósülésen, ahogy utazik mindig. Másrészt tényleg ez a szerethető figura, amiben a legtöbb ember azért belezúg. Viszont az egyik mondatodra hagyd reflektáljak, hogy minden ember jobb lesz a könyv által, és mindenki empatikusabb, ez nem így van. Jó lenne azt mondani, hogy ez így van, de amikor valaki ír egy könyvet, fel kell készülni hidegre, melegre. Van, akinek tetszeni fog a könyv, amit írunk, van, akinek nem. Azt gondolom, hogyha valaki elolvassa ezt a könyvet, és nem hat rá, és nem válik empatikusabbá, az probléma. De én ezt, mint regényíró, nem mondhatom egy olvasónak, aki azt mondja nekem, most konkrétumokat mondok például, hogy miért segítsünk a hajléktalanokon. Vagy Szuri miért nyírja le a hiúzbundás hölgynek a haját. Vagy miért alszik a Szurikáta egy ágyban a narrátorral. De ő, mint befogadó, ezekkel a kérdésekkel, vagy kérdéskörökkel, vagy ezekkel a részekkel nem feltétlenül fog tudni mit kezdeni. Én ezzel már nem tudok mit tenni, ő ezt az egészet így értelmezi. Viszont belevonod az olvasót akkor is, mert az elején még nekem is úgy tűnik, hogy ő egy különálló állat, és akkor egyszer csak, amikor elkezd ugye ő is énekelni, verset mondani, fogat mosni a kisfogkeféjével, tehát egyre inkább válik emberi tulajdonságok által egy partnerré, egy baráttá. Szerintem nagyon fontos egyébként, de most egy picit lelőtted a poént, hogy azt, hogy a narrátor, tehát aki elmeséli a történetet, valamikor egyetemi oktató volt, és később ugye visszamegy, az epilógusból meg tudjuk oktatni, ezt nem tudjuk az elején. Igen. Illetve a narrátor, amikor elkezdődik a regény, nem állatszerető ember. Igen. Magyarul ő nem tud mit kezdeni ezzel a kis szőrmokkal, addig a pillanatig, amíg a kötődés, a kapcsolódás nem kezdődik a kettő között, ami egyébként nagyon hamar megtörténik. Igen. És egyébként azt gondoltam, hogy bármennyire mély könyvet is írok, a humor nagyon fontos, és hogy ő lépésről lépésre egyrészt felfedező, hogy milyen állattal van dolga, ugye az elején azt hiszi, hogy egy ürgét talál. Igen. Illetve ahogy... Igen, tehát ott találja az úton. Az út közepén. Vagy ahogy óráról órára, napról napra rájön, hogy ez nem egy szokványos szurikáta. Tehát ahogy szembesül azzal, hogy Szuri mikre képes, viszont egy idő után rájön, hogy Szuri mindenre képes, és akkor már nem csodálkozik rajta. Igen. Mert hogy ugye Szuri, ezt mondjuk el akkor a kedves nézőknek, hogy ő testben szurikáta, de ő igazából szuperhős. Tehát rendelkezik a szuperhősöknek az összes tulajdonságával, és egyébként, amikor nézzük a filmeket, azért szeretjük mi például a szuperakcióhősöket, mert szeretnénk egy picit olyanok lenni, mint ők. Csak mi nem tudunk. És Szurinak azért drukkolunk, bocsánat, sokszor, mert mi is érezzük, hogy azt a bizonyos illetőt vagy illetőket el kell intézni, de mi ezt nem tetjük meg, mert mi nem vagyunk szuperhősök. Szuri viszont az, aki nem csak hogy szuperhős képességekkel rendelkezik, de meglehetősen normális, morális kódrendszerrel, hogy mi az, amit illik, és mi az, amit nem illik, megtenni másokkal. Nem tudom, hogy a fülszövegben, vagy itt a hátulján kiírta ezt, hogy Szenek Szüperi kishercegéhez hasonlította Szurikátát, de bennem is volt egy ilyen, hogy egy olyan valaki, aki egyszer csak jön a onnan föntről, és akkor megváltoztatja a mi életünket, és próbálja jobbá tenni, és tényleg, mint állatvédő azt mondja, hogy tessék műszörmebundát viselni, és tessék foglalkozni az elesett emberekkel, és tessék segíteni, és tessék rájuk figyelni, és nem mindent elutasítani, hanem belemélyedni abba, hogy valakinek a sorsa miért olyan, és én mit tudok azon változtatni. Ugye Szuri, mivel ő mongószféle kisragadozó, megengedhette ezt a luxust magának, hogy máshogy lásson, mint mi emberek. És ezáltal, hogy ő máshogy lát, tanítson is minket. Vagy legalábbis azokat, akik erre fogékonyak. A kis herceg egyrészt szerepel többször a regényben. Egyébként érdekes, hogy bár úgy elévő, hogy a kis herceg, ugye sokszor azt mondjuk, hogy a kis herceg, tehát mintha az egész egybe folyna, tehát fogalommá válik. Igen. Ez egyrészt Szurinak ugye a fizikai mi voltából is, hogy egy kis herceg ő, ugye szeretett herceg, az empátia hercege, stb. Többször elhangzik. És mindig másképp nevezett szőrmóknak, különböző módon, tehát adsz neki ilyen beceneveket, az is úgy tetszik nekem. Nagyon nehéz mindig azt mondani, hogy Szuri vagy igen, a Szurikátán. És mivel a narrátor nagyon hamar belezúg Szuriba, és nagyon kötődni fog hozzá, szereti is,
ezért becézi. Ugye általában azokat becézzük, akiket szeretünk. És minél jobban szeretjük, esetleg annál több becenevet adunk neki. De azt gondolom, hogy a nyelvezet, tehát például, hogy Szurihoz viszonyul, tehát ezek a szép Szurira hivatkozások, ezek a regénynek csak az előnyére válnak. Uh-huh. Ez biztos, hogy így van, és rengeteg irodalmi idézet van benne, ami szintén szimbiózusban van a szöveggel. Tehát nem kívülállóként, hanem valahogy úgy folyamányaként. Tehát egyszer csak, ahogy jön a Kosztolányi, ahogy jön a József Attila, ahogy jön az Adi, ahogy jön a Madeleine Kex, ahogy jönnek az operákból is, tehát látszik, hogy komoly zenében is nagyon járatos vagy. Tehát ott sincsen tévedés, tehát ott is hallgatja a zenét a taxiban, amikor megy, és otthon is. Tehát az is egy ilyen levezetésként az fontos, meg játszik is zenél a taxisofőr is, meg a szurikáta is, természetesen, mert hát akkor miért ne? Tehát ezekbe is így belevonod az olvasót. Elsőlegesen a célom az volt, hogy az olvasót empátiára tanítsam. De természetesen másodlagosan az olvasás szeretetét szerettem volna hangsúlyozni, illetve a magas művészetek fontosságát bárkinek az életében. És mivel nekem az egyik szenvedélyem a magas művészetek, ezért szerettem volna a saját szenvedélyeimnek egy-két darabkáját az embereknek megmutatni. De az is fontos egyébként, hogy ahhoz, hogy te hitelessé tegyél egy történetet, ahol egy szuperhős szurikátora koncátlankodik, ahhoz nagyon ismerned kell a mikrokozmoszt, amiben játszódik a történet. Másrészt a narrátornak is hitelesnek kell lennie. És nekem nem volt más választásom, mint a saját életemet a regény terévé tenni, és azért te is tudod magadról, hogy mi asszociálunk erre-arra, miközben süt a nap, lehet, hogy be fog ugrani neked egy Tóth Árpád részlet. Hogy mi tényleg így gondolkodunk. Tehát lehet, hogy van, akinek túl sok az a szépirodalom, képzőművészet, vagy komoly zene, ami benne van, vagy filmek, stb. De magunk típusú emberek valóban így gondolkodnak. És pont ezáltal hiteles a narráció, hogy azt érzed, hogy a narrátor nem erőltetetten húzod a különböző idézeteket azért, hogy ő most kérkedjen, vagy a regényíró kérkedjen különböző tudással, hanem egész egyszerűen ez a regénynek a szövetévé válik, maga a szépirodalom, és, vagy más művészetek is. És amit te is mondtál, hogy igen, bármennyire művelt is valaki irodalmilag, vagy zenéleg, vagy képzőművészetileg, lesznek benne dolgok, aminek érdemes utána menni, érdemes fejlődnünk, mindannyian fejlődhetünk, mert én is, hogyha te írnál egy ilyen könyvet, ugyanúgy kijegyzetelném, hogy lehet, hogy nem ismerem azt a Bach művet, nem ismerem azt a Klimt képet, stb. És utána megyek. Ez megint más kérdés, hogy van, aki kicsit majd Sherlock Holmes lesz, akár a regény olvasása közben vagy utána, más meg elfogadja, hogy elolvasta magát a könyvet, és igazából a történet miatt. De amit te mondasz, az úgy tud adni az embernek, tehát az olvasónak, hogy nem feltétlenül fogja frusztrálni az olvasót, hogy ő nem mindent ismer ezek közül, hanem inkább lesz benne egy készítés, hogy menjen utána azoknak a történeteknek. Egyébként nagyon érdekes, hogy a regény legfiatalabb olvasója, amiről én tudok, ő 11 éves, nem feltétlenül ment át Kosztolányin, vagy Klimten, vagy Johann Sebastian Bachon, de maga a történet teljes egészében befogadható neki. Ez nagyon jó, hogy tényleg a korosztályok bárki elolvashatja, és bárki megtalálja a maga szeretett gombócát ebben, és a maga érdeklődését. Ez így van, amikor előzetesen beszélgetünk, akkor mondtam neked, hogy amikor majd a második, harmadik, negyedik, tizedik kiadásod lesz belőle, akkor azért egy olyan jegyzetet a végére tehetnél, mert abban megkönnyíted egy kicsit, hogy valaki megkeresi, hát mondjuk a Gustav Klimt csókot azt csak megnézi, de amikor ott van ugye, hogy gagyog-ragyog, vagy a harmadik Richardból több részlet, vagy a Szabó Lőrinc versekből, ugye a Lóczi versekből, hogy odaírod, hogy mi a címe, és akkor így még könnyebben megkeresik, és rákeresnek azok, akiket ez érdekel. Mind az illusztráció, tehát hogy valaki illusztrálja a regényt, mind pedig ez a lábjegyzetelés, amiről beszélsz, igen. Az szerepel egy második vagy további kiadás kapcsán. Értelemszerűen ezzel picit foglalkozni kell, nem is kell feltétlenül nekem megcsinálni, mert ugye bárki megcsinálhatja, hogy most a harmadik kiadva az a részlet, az hol van, de ezáltal segíthetjük azokat az embereket, akik tényleg szeretnének tovább menni a szöveg kapcsán, és akkor befogadni azokat a műveket is, amivel ott találkozik.
nagyon találó szerintem, és nagyon figyelemfelkeltő a cím, a Vájtól Girhes. Ezen sokat gondolkodtál, vagy ez csak úgy a cím előbb volt meg, a cím előbb volt meg, mint a könyv. Azt hiszem édesanyám mutatta meg a Kutya című verset, ami ugye nem kötelező gimnáziumban, vagy máshol sem. Igen. Ugye, mivel egy istenes versről van szó, ezért az átkosban nem is feltétlenül vált magának a tananyagnak a részévé. És amikor elolvastam a verset, akkor engem először azt csapott meg, hogy József Attila 19 éves, amikor ezt megírja. Bizony. Igen, ezt írod is itt a könyvben, hogy még csak 19 éves volt. És itt nem csak az a kérdés, hogy egy 19 éves ifjanc, hogy tud ilyen verset írni, hogy tud ennyire jó verset, ennyire erős verset írni, hanem hogy egy 19 éves embert még foglalkoztatnak. Uh-huh. Persze ember, mondjuk azt, hogy egy zsenit, uh-huh. értelemszerűen ott van elcsúszás az ember és a zseni között. Uh-huh. És gyakorlatilag maga a Vágytól Girhes kifejezés, vagy azok a mondatok, amelyek a Vágytól Girhes kifejezést megelőzik, illetve követik a versben, azok nekem a mindennapjaimnak a részévé váltak. És a Vágytól Girhes, bár ugye ez költészet, és nem mindenki fogja megérteni, angolra is nagyon nehezen fordítható le egyébként a cím. Mert te ugye angol tanár vagy, ezt is mondjuk, és angolul tanítottál. Én irodalomtanár vagyok, csak én angolul tanítottam. Tanítottál az egyetemen, igen. De hát ugye mindenki azt mondja, hogy hú, jó lenne lefordítani angolra a könyvet. Igen. Ezt abszolút így van. Csak szinte lehetetlen. Tehát le lehet, de veszíteni fog az értékéből, és nem csak azért, mert egy hajnő részegséget, vagy egy ódát szinte lehetetlen lefordítani, egyébként lefordították mind a két verset más nyelvekre, hanem mert a magyar nyelv annyival gazdagabb, mint az angol. Erre igenis nekünk büszkéknek kéne lenni. Sőt, hát a Poe szerintem jobban hangzik a Soha már fordításban, mint Edgar Allan Poe-nál. Hát ennél még rosszabb a helyzet, hogy például Shakespeare Hamletjét, akik folyékonyan beszélnek angolul, azon az angolon, ami meg lett írva, azt mondják, hogy az Arany János fordítás jobb, mint a Shakespeare dráma. De ez pont olyan, mint mondjuk egy Bud Spencer Terence Hill filmet, hogyha megnézel, akkor a Bújtor Istvánnal meg az Újréti Lászlóval, magyar szinkronnal sokkal jobb, mint hogyha olaszul vagy angolul hallgatnád. Igen. Igen. És egyébként ezt gyakran meg szokták tőlem kérdezni, hogy nekem miért ennyire fontos a magyar költészet. Noha én ugye nem feltétlenül magyar költészetet tanítottam. Így van, pontosan. Én azt gondolom, hogy ha valaki irodalmat tanít, és neki nem fontos a magyar költészet, ott nagyon nagy baj van. Mert objektíven annyira jó, annyira erős, annyira gyönyörű versek vannak, hogy erre nem lehet mit mondani. Tehát el lehet vitatkozni, hogy most az esti kérdés, vagy a hajnő részegség, vagy az óda jobb vers, de semmi értelme nincsen. Mind a hármat ismerni kell, és ugyanúgy Kosztányi, Babits vagy József Attila művészetet is ismerni kell. És lehet, hogyha én újra kezdeném, akkor nem biztos, hogy angol szász irodalmat tanítottam volna, hanem mondjuk magyar költészetet. Én úgy gondolom, hogy ennek majd lesz folytatása, akár ennek a regénynek, akár egyébként is, mert látszik, hogy te most ebben úgy benne vagy, és gondolom, hogy sok író-olvasó találkozó lesz, ezt tovább kéne gondolni, én el tudom képzelni filmen, megfilmesítve is a regényedet. Tehát itt a film most is adja magát, valami, meg a színmű is. Igen, igen, tehát elindult valami egy úton, és akkor ez majd úgy gurul megy tovább. De azt azért ne feledjük el, hogy ezt pont a Kaiser Laci mondta nekem, hogy 2018-ban több mint 12 000 új könyv, tehát új cím jelent meg Magyarországon, plusz a tankönyvek. Hihetetlenül nehéz egy első könyves szerzőnek egy szép irodalmi, mondjuk azt, hogy egy értékes alkotást felhájpolnia, eljutatnia az olvasóhoz. Szinte lehetetlen. Mert az átlag első könyves szép irodalmi műhalára van ítélve. Nincs feltétlenül az a hatalom a szerzőnek vagy a kiadónak a kezébe, hogy az eljutassa a legszélesebb olvasóközönséghez. Ez így van, de mindenkinek volt első könyve, és az első akkor is túl kell jutni, és akkor is kellenek ilyen alkalmak, ahol te bemutatod, és ahol te elmész iskolákba, diákokhoz, például fiatalokhoz, vagy könyvtárokba. Tehát ez egy értékes mű, aminek meg kell adni a rangját, és ki fogja magát egyébként, forni. Egyébként, amit mondasz, az olyannyira úgy van, hogy már beszéltem olyan gimnazistákkal, akik belezúgtak sztoriba, uh-huh. ugye a könyvbe, és ők már lobbiznak, hogy különböző gimnáziumokban lehetne irodalmórát tartani úgy, teljesen mindegy, hogy én tartom az irodalmórát, uh-huh. vagy pedig az irodalom tanárjuk, hogy ez legyen az a mű, amit nekik el kell olvasni, és amiről beszélgetni kell.
Így van, hát mostanában már nincsenek az, hogy a kiskereső kisközmön, meg a jókai regények, hanem most már választhatnak a tanárok, hogy mit adnak, és a kortárs irodalomból is. Persze, hogy ne. Egyébként nekem nem titkolt szándékom az, hogy ha úgy alakul az élet, akkor mosolyogjak azon, hogyha a vágytól éhes, majd gimnáziumokban vagy középiskolákban az embereknek olvasnia kell, ugyanis nekem szent meggyőződésem, hogy ha valakinek az életpályát nézzük, minél több empátiára tanít egy szép irodalmi mű, annál hasznosabb a gimnáziumban. Mert a legtöbb emberből hiányzik az empátia. És biztos te is észreveszed, hogy azért évről évre egyre kevesebbet olvasunk. Az biztos, hát az internet az egy... És ugye az empátiának a kialakulása és a szép irodalom az kéz a kézben jár. Mert minél többet olvasok, annál több regényhősnek tudok belehelyezkedni a kobakjába. Magyarul annál empatikusabb leszek. Amíg nem érzem, hogy mit érez Rómeó, mit érez Anna Karenina, mit érez a hajna részegségnek a, nem is tudom, narrátor, a mesélője, aki tudod, aki mesélője. A verset, mert ez nem Kosztolányi, ő is, meg nem is, a többi, nem is tudom, mi a jó kifejezése egyébként. Kicsit ő is, ugye, mert hogy állok a 40 cigarettámmal az ablakban, igen, tehát én is vagyok, nem is kérdés, igen. Csak, ugye, csak utána már az égbe bálva. Ugye szakmailag nem Kosztolányi meséli el a hajnő részegséget. Igazából ő, de ugye, hogy igen, nekünk tanároknak rá kell tudni venni a fiatalokat az olvasásra. És olyan könyveket tudjuk őket rávenni, amit élveznek. Így van. És itt jön ugye az a koncepció, hogy a szövegnek gyönyör szövegnek kell lennie. Az elsődleges feladata egy irodalmi műnek is, de egy könyvnek is, hogy az olvasónak gyönyört adjon. Leegyszerűsítve mondjuk, hogy legyen olvasható. Hiába írok én egy nagy könyvet, ha nem tudja befogadni az olvasó, és itt már beleütközünk olyan akadályokba is, hogy most ki a jobb író 2019-ben? Dosztojevszkij vagy Coelho? Hát igen, mit nem lehet így, igen. Az irodalomtörténetet, vagy pedig igen, az olvasót? Igen, vagy az olvasót, igen, pontos. És ez már nagyon kényes téma, de attól még beszélni kell róla, mert mindaddig, amíg egy regényíró úgy ír, mint Dosztojevszkij, nem fel tudni befogadni, most 2019-ben, az olvasó nem fogja tudni befogadni a művét. Hiába írja meg a világirodalomnak legnagyobb művét, ami majd az lesz 200 év múlva, vagy amikor ugye a legkeményebb kritikus az idő rábólint, nem fogadható be? Így van, teljesen igazad van, és a, nem tudom, minek a szürke 50 árnyalata az, az olvasottabb, mint egy klasszikus irodalmi mű, ezzel nem lehet szembeszállni. Azt mondd meg nekem, hogy te egy nagyon sportos alkat vagy, egy fiatal ember, aki gondolom, hogy edzés, és vigyáz itt, és ez nekem nagyon tetszett, hogy van málnás zapkása, van eprez zapkása, van áfonyás. Áfonyás többször szerepel. De ugye májusban játszódik a regény. Igen, igen, tehát, hogy ilyeneket esznek, meg tojásántotta az mindig van, tojásántotta, hogy a fehérje miatt, tehát gondolom, hogy ez kiegészíti egyik a másikat. Tehát, hogy nagyon egészségtudatosan él a regény főszereplője is, meg gondolom, hogy te magad is. Úgyhogy egy kicsit beszél nekem erről, hogy az egészséges lélek és az egészséges test az így összekapcsolódik, gondolom szerinted. Hát, aki ezt nem kapcsolja össze, az hibázik. De én tovább mennék, hogy nekem épp ahogy a magas művészetek, az egészséges életmód is a szenvedélyem. Tehát nem hobbiról van szó, hanem szenvedélyről. És jó, remélem hallgatják ezt pszichiáterek vagy pszichológusok és ezt a műsort. Az embereknek a nagy része szenvedélybeteg. Magyarul olyan szenvedélyeik vannak, olyan szenvedélybetegségeik vannak, amelyek betekerik, amelyek becsavarják, amelyek kikészítik. Kábítószerfüggőség, alkoholizmus, cigaretta. Szerencsejáték, cigaretta, csúnya szó, kurvázás, stb. Igen. Mindaddig, amíg egy pszichológus vagy egy pszichiáter nem érti meg, hogy a szenvedélybetegségek helyett építő szenvedélyek kellenek az embernek, nem fogja tudni meggyógyítani a beteget. És ez egy durva és leegyszerűsített magyarázat a dolgoknak, de nálam például a magas művészetek, vagy az egészséges életmód ugyanúgy működik, mint a szenvedélybetegeknél a kokain, vagy a vodka, hogyha nem kapok belőle, elvonási tüneteim lesznek. És mindaddig, amíg nincsenek elvonási tünetek, most nem olvastam magyar verseket, most nem mentem el futni, addig nem beszéltünk szenvedélyről. Mert ugyanis teljesen mindegy, hogy egy szenvedély pusztító,
tehát szenvedélybetegség, vagy építő. Építő. Amíg nem alakult ki az elvonási tünetekre való képesség, addig az nem szenvedély. Az utazás is ilyen szenvedély? Mert tudom, hogy te járod a világot, és nem szabványhelyekre, és nem ilyen turista helyekre mész. Ezt kisjavítottál tegnap engem, amikor beszélgettünk előzetesen, hogy más az utazó, és más a turista. Igen, mert hogyha valaki utazó, uh-huh. ugye mondta az egyik kedvenc versem, Baudelaire, az utazás. Igen. Baudelaire ugye azt mondja, illetve nem Baudelaire, Tóth Árpád. Igen. Egyébként igen. azt is mondják, hogy a Tóth Árpád fordítása, az is jobb. Mint ahogy a Hollónál. Igen, igen. De én ugye nem tudok úgy franciául, hogy megállapítsam, hogy most mondjuk azt, hogy Tóth Árpád vers sem rossz, tehát a Tóth Árpád fordítás. De ugye ez egy új vers. Ugye Baudelaire azt mondja, hogy az igaz utazók. Tehát ha valakinek megadatik azt, hogy élete során jó vagy igaz utazóvá váljon, ez egy folyamat, ez egy tanulási folyamat. Nem egyik pillanatról a másikra leszünk jó utazók. Meg kell tanulni utazni. Ez ugyanúgy, mint boxolni, meg kell tanulni boxolni. Ez nem úgy megy, hogy az ember lemegy, és akkor az utazás ugyanilyen. Tehát ha valaki utazó, az pontosan tudja, mi a különbség a turista és az utazó között. De egy turista nem tudja, hogy mi a különbség a turista és utazó között, mert ő csak turista. Hogyha még egy szenvedélyt be lehet húzni, akkor az utazás is az. Még rosszabb szenvedély egyébként, szerintem, mint a magas művészetek és az egészséges életmód, mert sokkal nehezebb jól lakni. Uh-huh. És idő, pénz, minden, de hát megéri, az biztos, mert nem ez, is, ami megmarad bennünk. Nem is feltétlenül, de hát ugye te is utazó vagy, tehát... Okay. Pontosan érted a utazás függőséget, hogy inkább, ezt Vörös Marti írja, hogy mi az, mi embert boldoggá tedne, kincs, hír, gyönyör? Hogy legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne. Nem hogy, fogja tudni, hogy igen, hogy hol van az a pont, amikor valami elég? Tehát én például úgy működök, hogy elmegyek a világ végére, és amikor jövök haza, akkor a reptéren, vagy valamelyik reptéren ahhoz, hogy hazaérjek, bemegyek a könyvesboltba, oda megyek a Lonely Planet utazósorozat könyvhöz, és veszek egyet. Egy következő helyre, és ahelyett, hogy nyugodtan át tudnám élni azokat az élményeket, amelyek az elmúlt hetekben történtek, egyszer emésztem az élményeket. Ugye Proust írja azt, hogy a valóság az emlékezetben formálódik. Tehát nem biztos, hogy akkor élem meg, amikor ott vagyok, hanem amikor mondjuk megyek hazafelé, és van már időm megélni. És már az új utat tervezem. És ezt nekem is meg kell tanulni, hogy hol van az, hogy elég. Hol, nem lesz, hol soha nem azt? Lesz. Majd meglátod, hogy soha nem lesz. Mi lesz a következő egyébként, hova tervezed? Hát vannak különböző tervek, de én azért szeretek improvizálni. Azért nekem Polinézia nagy kedvencem. És most már azért az utazás, de itt mondhatjuk azt is, hogy a turizmus arról szól, hogy tudunk olyan helyekre elmenni, ahol még nincsenek sokan. Mindenhol már ott vagyunk. De azért, hogyha az ember lát mondjuk egy ausztrál nagyvárost, akkor tudja, mi az, hogy kínai turista busz. Igen. És nagyon-nagyon kell sietni bizonyos helyekre, még ott lehetünk az elsők között, de ez is csak időkérdése, mert 7,7 milliárd ember van a Földön. Itt a képet két afrikai kisfiúval van, tehát ez se véletlen, gondolom, hogy a fotód a könyvben így jelent meg. Szerettem volna egy olyan képet oda tenni, ami nem egy szokványos tanári kép. És hogyha utazok, én főleg egyedül utazok, és nagyon ritkán van az, hogy olyan ember van körülöttem, aki tud fotózni. Uh-huh. És azt a képet például azzal a két éces árvával, azt egy olyan fickó csinálta, akit tudott fotózni. Uh-huh. És egyrészt büszke vagyok arra a képre, másrészt azt gondolom, hogy ha nem is feltétlenül szerepelnek ugye fekete éces árva gyerekek a regényben, mégis valamilyen szinten kifejezi, és kontrasztos, tehát hogy egy fehér férfi, fekete gyermekek, azt, amit én a regényben képviselek. Így van, hát akkor most ott vannak előtted különböző cédulák, abból, hogy akár egymás után, akár egyszerre ötöt kihúznál, és így, ami hirtelen, asszociáció szerűen eszedbe ez jut mit egy ilyen róluk. Pszichológiai nem rosszabb teszt, igen. Majdnem, de mégsem. Mit húztál? Zene. Na tessék. Ez egy könnyű. A te életedben a zene milyen szerepet kap? Milyen mondjuk azt, hogy a komoly zene. Uh-huh. Azt gondolom, hogy komoly zenére meg kell érni.
és ahogy az első komoly szép irodalmi alkotást is édesanyámnak köszönhetem, a komoly zenét is neki. Én Debrecenbe jártam doktori iskolába, és olykor-olykor kocsival mentem le. És akkor még kazettás. Magnók voltak, persze. Volt a történet, és Csajkovszki 6. szimfóniája, Csajkovszki ugye 6 szimfóniát írt, az utolsó szimfóniája volt meg kazettán. És ezt betettem. És akkor, hogy mentem, tél volt, mentem le Debrecenbe, és akkor megütött Csajkovszki 6. szimfóniája. És onnantól kezdve éreztem azt, hogy a komoly zene, ez innentől kezdve, az bekopogott hozzám, és én befogadtam, kinyitottam neki az ajtót. És azóta tart a szerelem a komoly zene iránt, bár nekem nincsen zenei képesítésem, tehát nem tudok egyetlen egy hangszeren sem játszani, bár sokan ugye azt gondolják a regény alapján, hogy tudok, de sajnos nem tudok. Hogy zongorázol, de hát miért ne? Én azért úgy átrágtam magam a komoly zenirodalmon, és azért, hogyha hallok valamit, akkor azért azt tudom, hogy az jó vagy sem. Ez picit, operák is érdekelnek. Az operák is érdekelnek, azzal együtt, hogy azért mondjuk egy Wagner operát végighallgatni, pláne egymás után jövő Wagner műveket. Ahhoz nem depresszeni kell menni, ahhoz valószínűleg el kell utazni. Tehát én elsődlegesen azért az instrumentális komoly zenét szeretem. Értem. És mondom, tehát már annyira azért vagyok rutinos, hogy tehát mondjuk érdekes, hogy például édesanyámmal szoktam járni komoly zené koncertekre, és talán tavaly volt az, hogy egy Chopin zongora versenyt hallgattunk a Műpába. Műpába. És azért elég kegyetlen kritikus vagyok. És mondtam neki, hogy nagyon jó ez a Chopin zongora verseny, egyetlen baj van vele, hogy ez nem Beethoven. És ez egy kegyetlen kijelentés, de azt gondolom, hogy még nagyok között is van különbség, de ez megint a befogadótól függ, hogy nekem Beethoven mélyebb, mint Chopin. De az nem azt jelenti, hogy Beethoven feltétlen jobb zeneszerző lenne, mint Chopin. Nekem Szabó Balázsnak Beethoven fontosabb, mint Chopin. Jó, nézzük akkor a következő. Száguldás. Az egyik kedvenc amerikai regényemnek az a cím, hogy a véletlen zenéje. Paul Austernek hívják a szerzőt. Egyébként most már egy elég ismert szerzőről van szó. És ott is a főhős egy szábot vezet. Mint te is itt a könyvben. Mint én is. Egyébként én azért vettem annó szábot, mert a Paul Auster regényben a főhős szábot vezet. Így működnek a dolgok. Uh-huh. És nekem a száguldásom mindig az jut eszembe, hogy ugye ez Camus írja, hogy nekünk megadatik az, hogy bármikor dönthetünk a halálunkról, tehát magyarul lehetünk öngyilkosak, amikor akarunk. És bár bennem nincsen semmiféle szuicid hajlam, ha egyszer úgy döntenék, hogy megölöm magam, akkor biztos, hogy száguldva, és Beethoven 9. szimfoniát hallgatva, az örömódának van egy része, amikor szerintem a legfelfokozottabb, tehát az utolsó tétel, utolsó részébe, és nekem, tehát a száguldás nekem ebből a szempontból összefüggne az öngyilkossággal és Beethovennel. De alapvetően ellentétben legtöbb férfivel nekem az autó az nem életem egyik központi fontosságú kérdése. Mint hogy nem érdekel mondjuk a foci, abszolút nem érdekel a Forma 1, nem iszom sört, tehát egy picit máshogy működök. Alkoholt egyáltalán nem iszom? Nagyon ritkán szoktam. Azt gondolom egyébként a legtöbb embernek kötelező lenne stresszlevezetés szempontjából, csak nagyon nem mindegy, hogy mondjuk 2 hetente egyszer iszunk, és annyit, amennyivel jól érezzek magunkat, vagy napi szinten. De ugye a stresszt, azt le kell tudni vezetni. És ennek egy királyi módja az alkohol egyébként. Csak mondom, hát mértékkel. Mint mindent. Igen. A következő. Szerelem. Na, erre én így úgyse kérdeztem rá, de ha már húztad, akkor tehát, hogy még az igazi párod nincs meg, de gondolom, hogy nem törekedsz hiszem felé, vagy hogy legyen felesége, gyermeke, családod, és biztos, hogy megéltél már gyönyörű szerelmes élményeket eddig is életedben. Minél idősebb vagyok, annál jobban azt gondolom, és ez kegyetlenül esetleg picit naturálisan fog hangzani, hogy Balzaknak van igaza, aki azt írja Gori apóba, hogy a szerelem nem más, mint hálaérzet a gyönyörért. És ő szexuális gyönyörről beszél. Érdekes egyébként, hogy én bármennyire is intellektuális vagyok, ösztönlének is tartom magam. Azt gondolom, hogy nagyon sokban azért hasonlítunk az állatokra. Például, tehát szaglás, és a többi, szaglás, illatok fontossága.
Úgyhogy elsődleges szinten, hogyha most nem családról és gyermekekről beszélünk, akkor nálam a szerelem és a szexuális gyönyör az abszolút összefügg egymással. Máshogy fogalmazva, hiába tud valaki gyönyörűen beszélni Baudelaire-ről, hogyha nincs közöttünk egy olyan szexuális harmónia, ami mindkettőnknek jó az ágyban. Hát remélem, hogy ez majd kicsúcsosodik, vagy egy ilyen... Én is remélem, de hát a gyönyörűt nem látja senki. Igen, egy olyan kapcsolatban fog majd ez így beteljesedni, ami aztán családot egyébként is hoz magunkán. Te hiszel abban, hogy amit megírsz, ez valóra válik? Igen. Igen. Meg hogy innentől kezdve egyértelmű, hogy mi fog velem történni. Igen. Igen, én hiszek. Mondjuk agykontrolltam folyamot is végeztem a Domjánál, meg egyébként is hívő ember vagyok, de hiszek, tehát nagyon sok mindenben úgy gondolom. Ez egyébként olyannyira így van, ez mondhatjuk, hogy a szerelem témához összefügg, hogy miután megírtam már a könyvet, tehát kész volt. Volt egy olyan sztorim, mint az első bekezdés a regénynek. Csak nem egy szurikát átálltam, hanem egy kutyát. De teljesen úgy. És nem tudtam eldönteni, mi történik, az álom vagy valóság. Uh-huh. És nem az volt, hogy először történt, hanem is azt írtam meg, hanem írtam valamit, és utána az megtörtént. Ez így van, így is lesz a továbbiakban, és majd meglátod. Következő. Tehetség. Láttad a Bronxi Mese című filmet? Igen. Ott ugye elhangzik többször, hogy az elpocsékolt tehetség az, ami talán az élet egyik legnagyobb negatívuma. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a tehetsége valamihez. Meg így kell van. Találni, uh-huh. és abba igenis ki kell csúcsosodnia. Bármi is legyen az. Lehet ez a szakácsművészet, lehet az utazás, lehet a regényírás, bármi. Bármi. De igenis arra kell törekednie az illetőnek, hogy ha ő azt megérzi, hogy tehetséges valamiben, akkor csúcsosodjon is ki. Találkoztam tegnap egy ismerősömnek az ismerősővel, és hallott, hogy írtam egy könyvet, és azt akart, hogy olvassam az ő kéziratát, és véleményezzem. Mert hogy ő nem tudja, hogy amit ő írt, az jó vagy sem. És mondtam neki, mondom, egy, ne haragudj, de én nem fogok ezzel foglalkozni. Kettő, Arany János. Tehát maga Arany János, ugye epilógus című verse, ő sem tudta, hogy ő jó költő volt-e, vagy sem. Ugye pályán bére, égető, mint Nessus vére. Igen. Tehát még ő is elgondolkodott azon, hogy innentől kezdve szerintem, hogyha valaki ír egy könyvet, igenis higgyen benne, hogy az egy jó könyv, és ő a maximumot kihozta magába, és ne foglalkozzon azzal, hogy most ki mit mond róla. Mert nem tudhatjuk, hogyha valaki véleményezi, mit miért fog mondani. Nem biztos, hogy azért fogja azt mondani, hogy rossz, mert a könyv rossz, hanem egész egyszerűen mondjuk, hogy kevés a könyvhöz. Lehet, hogy féltékeny rá, és a többi. És ezzel csak azt akarom erősíteni, hogy ha te azt érzed, hogy tehetséged van valamihez, merjél abba kicsúcsosodni, és ne foglalkozzál senki mással. Nem csak, hogy merje, hanem igen, vidd végig az utadat. Kötelező. Mert hogy ez az életünk van, és ebben az életben kell ezt most bebizonyítanunk. Ezért gondolom azt, hogy nem hagyhatjuk. Tolsztoj Iványics halála, hogy a világirodalom legkegyetlenebb elbeszélése, uh-huh. viszont ha az olvasó megérti, a leghasznosabb is. Mert nekem szent meggyőződésem, hogy a halálunk előtt mindannyian üvölteni fogunk. De nem mindegy, hogy mennyire hosszan, és mennyire hangosan. És minél több ilyen befejezetlen történet van az életünkbe, annál fájdalmasabb lesz majd meghalni. Igen, mint hogy a Hemingwayhez kötik azt, ugye, hogy úgy élj, hogy amikor utolsó percben lepereg előtted életed története, érdemes legyen végignézni. Én egyébként fordítva gondolkodom, szerintem nem azt fogjuk látni, amit megtettünk, hanem amit nem. Lehet. Úgy kell élni, hogy ne legyen olyan film, ami arról szól, hogy mi az, amit nem tettünk meg életünk során. És egyébként az idő az szerencs, az idő az ajándék. És amíg az emberek, de szerintem te is abszolút így gondolod, amíg nem értik meg azt, hogy bármelyik nap lehet az utolsó. Igen. Mozart mondta azt, hogy nem tudja, melyik, föl kell a következő nap, vagy sem. És aztán ő is ugye 34 éves volt, amikor meghalt, nem kellett föl egyszer, és kész. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy mi időmilliomos vagyunk, de nem. És amíg ezt nem értjük meg, azt gondoljuk, ugye, patopálok vagyunk, hogy... Ráérünk arra, mi. Nézzük ezt, az utolsót. Álmatlanság.
hogy legyen már valami negatív és a sok pozitív után. Nem feltétlenül negatívom egyébként az álmatlanság, mert... Így van. Mert minél jobban intellektes lény valaki, annál többet kattog. És a kattogás az gyakran éjszaka jön. Dosztojevszkij hősök, éjszaka iszik a teájukat, és merengenek egy ponton, és ott nézik 2-3 órán keresztül. Dosztojevszkij regényeket elképzelhetetlen lenne csak nappali térben. Uh-huh. Olvasni is egyébként, inkább este. Vannak azok az emberek, akik szeretik az éjszakát, én is közéjük tartozom egyébként. Más az éjszakának a ritmusa, ez egy picit a miénk, ugye a legtöbb ember akkor már alszik, de hát ugye hajnali részegség Kosztolányi, hogy... Ilyen 3-kor kezdődik. És ugye megéri, mert látja van, a csillagokat. Így van. Tehát nem feltétlenül rossz dolog az álmatlanság, azzal együtt, hogy egy idő után vissza is üthet. De én például, tehát mert ugye nagyon sok ember nem tudja elfogadni, hogy kattog, de nem tud vele mit csinálni. Most szedhetne különböző gyógyszereket, amik belassítanák, de, és ez is szerintem az élet egyik legfontosabb dolga, hogy el kell tudni fogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Igen, milyenek vagyunk. Ezt megint Adi így azt mondja, hogy ilyen vagyok, így van jól. Ez a szemem, így látok. Tehát, hogy látod, én is, tehát egyből beugrik valami magyar vers, mert hiába gondolok én valamit, nálam voltak okosabb emberek, akik ezt már korábban sokkal szebben elmondták, és onnantól kezdve, hogy ugye egyértelmű, hogy valakitől idézek, akkor most miért ne használnám mások szavait? Nem azért, mert én nem tudom elmondani, csak én nem vagyok Adi Endre. De ezt mindenkinek egyébként, hogy zárszóként, hogy el kell fogadni magunkat olyannak, aminek vagyunk. Hát én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. És hogy a vendégem voltál. Kedves nézőink, a Dobogó Extra mai vendége egy első kötetes író volt, akivel még sokszor fogunk találkozni, és biztos vagyok benne. A regénynek a címe az, hogy Vágytól Gérhes, menjenek, keressék meg a könyvesboltban, és olvassák el, és az írónak neve pedig Szabó Balázs Ákos. Elköszön a szerkesztő műsorvezető Linka Ágnes. Dobogó Extra. Linka Ágnes műsora legközelebb 2 hét múlva látható itt a Budaörsi Városi Televízióban.